Az első világháború idején még hadikórház működött a temető területén, ahol minden szentek napján hagyományosan 2800 mécses meggyújtásával emlékeznek a 14 nemzet hősére. A temető 1915-ben nyitotta meg kapuit, mely akkor az ország egyik legnagyobb sírkertje volt. Nyíregyháza megyejogú város önkormányzata, illetve a temetkezési vállalat, illetve civil szervezetek összefogásával jött létre tulajdonképpen ez az alkalom, ahol is minden szentek alkalmából emlékezünk arról a 14 nemzet 2800 elhunyt katonájáról, illetve az itt elhelyezett sírokról, és emlékezünk azokra az emberekre, akik az első világháborúban ugye elestek és már nem térhettek haza szeretteikhez. Az idei ünnepséget Krank József, a nyíregyházi Szent György nagyvértanú Magyar Ortodox Egyház község parókusa celebrálta. A temetőben a magyarok mellett az osztrák, olasz, német, orosz, lengyel, szerb, román és bosnyák nemzet hősi halottai nyugszanak. Ebben a temetőben több nemzet fia nyugszik, lengyelek, osztrákok, magyarok, szerbek, románok, oroszok, mindannyian parancsot teljesítettek, és mindannyiukat hazavárták. Az egyház kötelességének tartja azt, hogy ezeknek a katonáknak a lelki nyugalmáért imádkozzon, és erre buzdítjuk ebben a szertartásban, ebben a panakidában, halotti emlékszertartásban az itt lévő hívő közösséget. A temetőt 1997-ben védetté nyilvánították, 2014-ben az első világháború centenáriumán 240 síremléket újra cseréltek, 300-at pedig felújítottak.